Szeretettel köszöntök én is minden kedves testvéremet. Jó érzés itt Balatonszászon ünnepelni. És igazából van is okunk arra, hogy ünnepeljünk, hiszen a reformációt ünnepeljük elsősorban, de azért október 23-a tegnap volt a 56-os eseményekre is, azért azt hiszem, hogy mindannyiunknak illő gondolnunk és emlékeznünk is. Most azonban elsősorban a reformációval kapcsolatban kell, hogy egy-két gondolatot megosszunk egymással. Amikor reggel kisétáltam a Balaton partra, gyönyörűen sütött a nap, mint ahogy most is süt, és a fákon bizony már kezdenek sárgulni a levelek, és ahogy egy kis szellő meglebben abban a pillanatban hullanak is le. Betöltötték a küldetésüket ezek a levelek. Vége annak a korszaknak, amikor őrájuk hárult az a nagy feladat, hogy a jövőt biztosítsák a számára és számunkra is. De ez nem egy szomorú esemény, mint ahogy nagyon sokan úgy fogják fel az ősz, hogy hát ez az elmúlásnak az időszaka. Nem egy szomorú esemény, hiszen egy felkészülés. Valaki teljesítette, akár egy kis levél is teljesítette a küldetését, de a fa felkészül a jövőre. A tél alatt erőt gyűjt, hogy aztán utána a levelek, amit biztosítottak a fa ágai számára, hogy ott a rügy kezdemények már ott legyenek, tavasszal már ezek a rügyek elindulnak. És új zöld lesz a fán, virágba borul a fa, majd gyümölcsök lesznek, majd még növekszik tovább minden egyes ág. Megújul az egész természet. Mi magunk is, emberek is, folyamatos, a szervezetünk folyamatos megújulásban van. Ha arra gondolunk, hogy a szervezetünkben levő sejtek nagy része 7 évnél tovább nem él, akkor el tudjuk képzelni azt, hogy ez micsoda megújulási folyamat, amin végig kell menni a szervezetünknek. És mivel egyházunk is egy élő organizmus, élő szervezet, ezért az egyházunknak is meg kell újulnia. Ezt indította el 500 évvel ezelőtt Luther Márton, de ez a kötelességünk a mai napig is, ez a folytonos megújulás. És ezre a megújulásra kell, hogy a hangsúlyt helyezzük. Nem ülhetünk ölvetett kézzel. A mai problémáink igenis, hogy nagyon komoly problémák, amikkel szembe kell, hogy nézzünk, ezeket keresztény emberek módjára kell kezelnünk, keresztény emberek módjára kell viszonyulnunk minden egyes kérdéshez, ami a mai életünkben jelentkezik. Legyen ez társadalmi kérdés, vagy legyen ez bármilyen kultúrával vagy egyébvel kapcsolatos kérdés. És hogyha kultúrával kapcsolatos kérdés, tavaly is itt voltam, most is az idén is már csütörtök óta itt vagyok, és örömmel tapasztalom azt, hogy a sör készítés és a sör ivás az ugyanolyan kultúra, a kultúrának egy bizonyos része, mint minden egyéb más, ami a kultúrához tartozik. És igen, azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy csodálatos dolog, ahogy megtapasztaltuk tegnap sörfőzés alkalmával, hogy hogy alakul át egy összeroppantott magokból kifőzött lé, ami egyelőre csak egy cukorszirup, hogy alakul át élesztő hatására, alkohol tartalmú itallá, a sörré, amit még ízesítünk különböző gomlókkal és egyedekkel. Egy fantasztikus dolog, és igazából megdöbbentő, hogy mennyi minden nem alakul át egy ilyen folyadék, mint amiből aztán a sör lesz. Úgy gondolom, hogy fontos dolog a számunkra az, hogy a reformáció üzenetét azért azt nagyon komolyan vegyük. És mi is ez a reformáció üzenete? Elsősorban az, amit már annyiszor hallottunk, de nem elégszer kell, hogy meghalljuk, hogy egyedül Krisztussal, egyedül hitáltal és egyedül kegyelemből van a mi üdvözülésünk, a mi megigazulásunk.
Tehetünk bármit itt ezen a földön, ezzel semmiféle érdemet nem szerzünk meg. Ezzel semmivel nem jutunk közelebb az Úristenhez. Egyedül hitáltal és egyedül az Úristen kegyelméből, Jézus Krisztus által jutunk el az üdvözüléshez. De ha belegondolunk, mégis ez a legnagyobb üzenete a reformációnak, hiszen megkapjuk azt a örömüzenetet, hogy nekünk nem fejeződik be itt az életünk ezen a földön, hanem örök életet nyerhetünk Jézus Krisztus által Isten kegyelméből. A hit arra való, hogy mindezt el tudjuk fogadni, mert csak a hit útján jutunk el ide. De ha hívők vagyunk, akkor kötelességünk is van. És nem azért csinálunk jót, nem azért uralkodik közöttünk a szeretet, mert akkor valami jó pontokat szerzünk az Úristennél, hanem azért, mert hiszünk, és hitünkből ez következik, hogy nekünk így kell az életünket élni. Én nem kívánom hosszúra nyújtani a mondani valómat, de nem tudom megállni azt, hogy ne vegyem elő azt a kis új szövetséget, amit 72 évvel ezelőtt kaptam édesapám legkedvesebb teológiai professzorától, Kolozsvárról, Járosi Andortól. Ezt a kis Bibliát azóta is őrzöm. Ez a kis Biblia hűségesebb én hozzám, mint amennyire én tudok hűséges lenni az Úristenhez. Igyekszem mindent megtenni, de hát én is csak egy gyarló ember vagyok. És ebből a kis Bibliából most egy igét hogy olvassak fel, mégpedig a Korintusbeliekhez írott második levélből. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. És ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Ez a megújulási szándék, a megújulásnak ez a reménysége vezessen bennünket, és adjon tartalmas, szép együttlétet a mai nap folyamán. Mert itt szép események lesznek, szép zenét már hallottunk, de fogunk is hallani különböző zeneszámokat, nagyon komoly előadásokat is, Luther Mártonról, Luther Márton feleségéről, Bóra Katalinról, ezzel kapcsolatban még egy Bóra Katalinról elnevezett sört is megkóstolhatunk, úgyhogy nagyon tartalmas együttlétünk lesz. Finom ebéddel is várnak bennünket, készülnek. Nagyon megköszönöm az igazgató tanács nevében Dék Szabolcsnak és kedves munkatársainak azt a komoly nagy előkészítő munkát, amit mindannyian láthatunk itt, mert ez magától nem teremtődik meg. Itt napok óta a szemünk láttára kora reggeltől késő estig dolgoznak Szabolcs munkatársai azért, hogy mi tartalmasan és jól együtt érezhessük magunkat. Ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget és szép együttlétet. Erős várom Istenemet!